Telefonvonalunk másik végén on-site köszönthetem. Honnan is ez a furcsa írói álnév, mert ugye azt elárulhatjuk hallgatóinkat, hogy író-írónő vagy. Igen, ez az álnév onnét van, hogy alapesetben ugye Varga Beának születtem, tehát nem on-site-ként láttam napvilágot. Ezt gondoltam. Ugye? És abban az időben, amikor én publikálni kezdtem, 2007 környékén, a science fiction és fantasy kiadók nem engedték a magyar nevet. Ez még egy nagyon régi öröksége a fantasztikus irodalomnak, a rendszerváltástól származik, és amiatt választanom kellett egy írói álnevet életem első novellájához, és erre volt kereken 5 percem. Telefonon felhívott a szerkesztő, Nemes István, életemben először beszéltünk, és rögtön el is kellett döntenem. És mivel nem szerettem volna angol száz nevet, és az on-site néven már a science fiction életben ismertek, emiatt lett ez a név még annak idején. Hú, on-site pedig onnét ered, hogy elírtam a bonsai-t teljesen meglepő módon. Ezt nem mondott, hogy a bonsai-ból lett az on-site. Pontosan, amikor science fiction oldalon beregisztráltam, bár nem is tudom, nagyon-nagyon régen, kétszer is sikerült elírnom a nevet. És így lettem on-site. Ó, oh. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, hogyan is kezdődött az egész? Hát nagyon régóta írok már, csak én tipikus fiúk író vagyok. Tehát olyan ember, aki 29 éves koráig nagyon lelkesen írta a kis kéziratait a saját magának, és nem utaztam meg senkinek. És akkor elakadtam egy regénnyel, ami később meg is jelent, és elég sikeres is lett, de hát akkoriban még egy korai verziója volt, így kerestem a neten, interneten lehetőségeket, tehát más írókat. És így nagyon hamar belecsöppentem a science fiction aktív életébe, ahol elkezdtem publikálni is, tehát életem első novella pályázatán rögtön első is lettem. Aztán írtam más következőben még 6 pályázatra, 5-ön helyezést is értem el. Tehát nekem is egy kicsit furcsa volt az, hogy rögtön, én tulajdonképpen egy sikerrel indultam már az első percekben. Ez furcsa? Ez furcsa volt számodra, hogy rögtön sikerrel indultál? Igen, azért, mert én úgy gondolom, hogy nem írok elég jól, viszont azt látom, hogy úgy tűnik, hogy többiek rosszabbul írtak, tehát így egy kicsit felemás érzés is volt mindez. De aztán rájöttem, hogy csak másképp gondolkozunk az írásról. Tehát nagyon, nagyon sok korszás író. Miért pont a science fiction világa? Nekem a science fiction természetes, azért, mert hatalmas nagy lehetőség van a világteremtési részében. Tehát nem csak a szereplőket dolgozza ki az ember, nem csak a történetet, hanem köré álmodhat egy nagyon nagy világot is. És mivel nekem már a szüleim is olvastak Galaktikát, tehát egy természetes út volt az, hogy innét indult az egész írói karrierem. Hát igen, ez az előnye, meg ez a hátránya is, hogy nem csak a szereplőket, a szereplők történetét, előéletét, hanem magát a világot vagy világokat is meg kell teremteni. De ez egyben egy nagy buktató is, mert ugye ott is elcsúszhat egy író. Igen, ez egy hatalmas nagy buktató, és nekem is nagyon-nagyon sokat kellett tanulnom, hogy hogy függ össze, tehát hogy a logikai dolgok hogy függenek össze, akármilyen képessége van, akármilyen szereplőnek, vagy technikai fejlettség bármilyen népcsoportnak, az azonnal kihat a teljes világra. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy milyen erőforrásokat birtokol. Hogyan látod, mekkora a science fiction rajongók tábora Magyarországon? Hát azt látom, hogy volt egy nagyon régi tábor, aki szerette a science fiction-t, és ők már nem olvasnak, vagy csak mostanság kezdenek visszatérni, és a jelenlegi tábor egy olyan 5-10 ezres tábor. Viszont én most már nem is a science fiction tábornak írok, hanem a kicsit más rétegnek, tehát inkább a misztikus romantika szélén vagyok benne, mert a könyvmajképző kiadó az nem a science fiction, hanem a fantasy rétegre épít. És én ott vagyok, ugye író is, meg szerkesztő is. Akkor beszéljünk egy kicsit a megjelent könyveidről. Eddig 4 köteten jelent meg, tehát regények, 4 regény. Ebből van egy könnyed, humoros, ilyen űroperás sorozatom, a Calderon. Az első kötet az a Calderon, vagy hullajelölt kerestetik, és az tulajdonképpen egy ilyen nőknek szóló science fiction történet, áruhás nemesekkel, szamurájokkal, kardokkal, úgyhogy nagyon egy ilyen humoros valami. A másik pedig a Szivárgó sötétség sorozat, aminek az első kötete a Szár, a második pedig a Lüszi.
ez már egy ilyen komolyabb dolog, ez egy vallási science fiction, van, aki szerint inkább fantasy, és itt a központi téma az olyanokhoz, például szabad akarat, de minden szereplőnek megvan a saját útja. Tehát mindegyikük egy fiatal lány, egy bölcs telepata, egy agresszívebb, hatalomvágyóbb telepata, és egy, hát tulajdonképpen egy keresztény fiatalember, aki elveszi a hitét. Tehát ők mindannyian belekerülnek az események sűrűjébe, és dönteniük kell, és mindenki másképp dönt. Tehát akkor ez a különböző döntésekről is szóló könyv? Igen, tulajdonképpen megjelenik az Isten és a gonosz az emberi civilizációban egy űrháború közepén, csak rejtve. És ez a négy szereplő felismeri ezeket a jeleket. És van, aki idegen lénynek fogja fel a természet fölötti, van, aki entitásként, tehát, hogy nem tudja meghatározni, hogy mit tudom, van, aki vallási alapon, és ők hát próbálnak túlélni, illetve próbálnak rájönni, hogy tulajdonképpen mi történik a világban. És mindemellett ez egy szerelmi történet is, olyan értelemben, hogy ez két férfi és két nő, akik a múltban valahogy kapcsolódtak egymáshoz. És az, hogy ők most ezzel tudnak-e mit kezdeni a jövőben, ez is ki fog derülni, és az is, hogy kiéri túl egyáltalán ezt az egész harcot, mert tulajdonképpen ez az. Tehát ez egy viszonylag bonyolult történet, és még csak az első két kötet jelent meg, tehát még kettő kötetet mindenképpen lehet várni belőle. Azon még soha nem gondolkoztál, hogy másfele is kalandoz az írásaidban, mint a szkifik világa? De igen, novellák terén én nagyon sokat gyakoroltam, és más-más zsánerekben is írtam. Ebből van, ami meg is jelent, tehát fantasy írás meg is jelent. Vannak ilyen apró szépirodalmi eszmefuttatások is. Ami fiókomban maradt, hogy például írtam színdarabot is. Én szerintem egy írónak mindent ki kell próbálnia, tehát úgy fejlődik, meg hát szórakoztató is. Tehát ez egy nagyon, nagyon mulatságos dolog. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogyha hallgatóink érdeklődését felkeltettük, akkor hol nézhetik meg az írói munkásságodat? Gondolom, hogy a modern kornak megfelelően fészen rajta vagy, esetleg honlapod is van. Hát a Wikipédián is rögtön megtalálnak, fog bekerülni, hogy Gazda Bea. Valamelyik olvasó csinált Wikipédia oldalt is a dolgaimnak, illetve az OnSci, nem is tudom, hogy hirtelni, igen, tudom már, az OnSci regények blogspot.hu a blogom címe például. Tehát oda novellákat is föl szoktam tenni, amit nem jelennek meg, vagy csak szórakozásból írom őket. Illetve Facebookon is elérhető vagyok mindig. Meg az aranymosás oldalt üzemeltetem, ott mint szerkesztő vagyok jelen. Tehát a magyar szógyesztet én fogom össze a kiadónál. Tényleg azt gondolom, hogy ha valaki felkerül a Wikipédiára, az már az igazi sikerjele. Nem tudom, nem szoktam olvasni a Wikipédiát annyira, úgyhogy csak tudom, hogy felraktak. És hogy értesültél róla, hogy kaptál egy Wikipédia oldalt? Aki csinálta, az megkeresett, hogy pontosítson adatokat, és innen tudtam meg én is. Látod, ez már az igazi rajongás, hogy veszi a fáradtságot, időt, energiát szán rá, hogy egy Wikipédia oldalt hozzon össze neked. Igen, vannak nagyon lelkes rajongók ugye a könyvek körül, tehát most például a könyvfesztiválon, igen, a könyvfesztiválon például másfél órát dedikáltam, tehát hogy jöttek, nagyon-nagyon sokan szeretik az írásokat, annak ellenére, hogy ezek inkább talán science fictionök. A női olvasó réteg nagyon nyitott felé, tehát számukra egy újdonság az, hogy lehet nem csak a fantasy terepén mesélni érdekes dolgokról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, még további sok-sok könyvet kívánok neked. Én köszönöm a lehetőséget.